Karancslapújtőn vagyunk, Palószföld szívében. Ezt lehet mondani, ha bár a trianoni diktátum kettészakította a Palószföldet, de ez mégis a központja. Karancs egy lábánál, a Dobroda völgyében. Ez egy tájilag egységes völgynek mondható 8-9 településsel. Páratlan természeti környezet, azt gondolom. Az önkormányzat ezt az épületet egy régi családtól, itt élő családtól vásárolta meg és újította föl. A halálgömb megőrzés szintjén felújítás történt. Új tető van rajta, belülről javították a mögötte levő pajták, illetve a kemence épület, még a pici épületek a mesterségek bemutatására, ezek újak. Mi ebben a programban, mozgalomban, egyébben nem a kultúrpajták révén kerültünk bele, hanem inkább a tündérkertes vonalok. Nagyon sok gyümölcsfát, gyümölcsfacsemetét hoztunk el a Kovács Gyulától. Az útvonal mentén, ahogy jövünk tőle idáig, az idén 1250 darab csemetét jutottunk el az emberekhez, hogy ültessék, terjedjenek megint a hagyományos gyümölcsfák. Mindenképpen a fiatalabb generációkhoz próbálunk szólni. Elsősorban több olyan programot próbálunk nekik megszervezni, ami érdekli a gyerekeket, és a népi hagyományokhoz visszanyúlik. Tartalommal vannak megtöltve. Olyan programunk is van, amiben maguk a gyerekek is bele tudnak kapcsolódni. A mai napon is ez a Palóc udvar, gasztroudvar, ahol a palócoknak az ételeit, jellegzetes ételeit készítettük el. Ebben is nagy segítségünkre voltak a gyerekek, és nagyon úgy láttuk, hogy élvezettel, szeretettel csinálják. Nem vagyunk népzenészek, nem vagyunk táncosok, hanem inkább parasztok szeretnénk lenni. A paraszti munkakultúra 21. századi újragondolásával példát adni, vagy megmutatni a gyerekeknek, hogy mit lehet ebből csinálni. Milyen volt a hagyományos, hogy gondoljuk újra, hogy ma is élhető legyen hagyományokon alapulva, de korszerűen. Mindenképpen pozitív visszajelzéseket kapunk, és ez ösztönöz is minket, hogy tovább végezzük ezt a munkát. Sőt, szülők kérnek meg minket, hogy szervezzünk még, csináljunk még programokat. Úgyhogy mindenképpen jó úton megyünk, és továbbra is folytatjuk majd.